a Párbeszéd képviselőcsoportjából aktuális kérdésekről címe Szabó Tíme, a frakcióvezető asszony jelentkezett napi rendelőti felszólalásra. Parancsoljon, frakcióvezető asszony, jön. Köszönöm az szót, elnök úr, tisztelt jelen nem lévő kormánypárti képviselők, egészen gyomorforgató az, amit önök művelnek. Gondolom eljut azért majd ezeknek a napi rendelőti felszólalásoknak a híre önökhöz is. Önök nem jöttek el egy olyan ülése, ahol arról kellene azonnal számot adniuk, hogy hogyan engedhetik meg azt ma Magyarországon, hogy 4-5 éves gyerekek az utcára kerüljenek, és adott esetben elszakítsák őket a családjaiktól. Arról kellene itt számot adniuk most, hogy 9 év kormányzás után hogyan lehetséges, hogy még mindig tízezreket fenyeget a kilakoltatás réme, hogy több mint 1 millió embert érintenek a végrehajtási eljárások. Arról, hogy Orbán Viktor és kormánya 9 éve tudott volna, de nem akart segíteni a bajba jutott családoknak. De nézzük meg, hogy kik is ezek a családok. Például a kilakoltatási moratórium előtt tették az utcára azt, a baleset miatt 12 évesen kómába esett kislánynak az édesanyját és a kislányt, aki az otthonápolás miatt nem tudta fizetni a hitelét, így a kormány és a bank embertelensége miatt elveszítette otthonát. De nem kegyelmezett a végrehajtó annak az idős asszonynak se, aki nyitott gerincsel született, epilepsziában és szenvedő, magát ellátni nem képes fiát nevelte. Az édesanyja a műtétre vett föl egyébként hitelt, a férje elhagyta őket, így egy idő után nem tudta fizetni a részleteket. Nemrég pedig egy Ferencvárosban élő idős rokkant asszonyt és párját kényszerítette a rendőrség otthona elhagyására. Ők 3 millió forint hitelt vettek föl, és 1,5 millió forint visszafizetése után 13 millió forinttal tartoztak. 3 millió forint hitel után 13 millió forinttal tartoztak. Hát hol itt az igazság? Orbán Viktor és kormánya miért nem segített ezeknek az embereknek, vagy azoknak, akik most itt ülnek a páholyban és érintettek ezekben a kérdésekben? Vagy az segítség, hogy Orbán Viktor a 9 gyermekét egyedül nevelő édesanyjának sok szerencsét kíván? Hát miniszterelnök vagy ember az ilyen? És még ők hazudják azt, hogy segítettek. Mivel? A végtörlesztés csak a jómódúaknak segített, őket húzta ki a bajból. A kötelező forintosítás után háromszorosára ugrottak a tőketartozások. Az olyan eszközkezelő, amely önkényesen visszautasítja a családokat mindenféle indoklás nélkül, nem segítség. Orbán Viktor úgy segített a magyar családoknak, hogy az elmúlt 3 évben 10 000 családtól, gyerekekkel együtt közel 40 000 embertől vették el az otthonaikat. Egy Dunaújváros méretű város és ember került az utcára Orbán Viktor embertelensége miatt. Mindezt úgy, hogy a családbarát kormány alatt a magyarországi bankok nyeresége viszont 40%-kal 700 milliárd forintra nőtt. Családok az utcán, a bankoknak pedig extra nyereség. Ez Orbán Viktor kormányzásának a lényege. Pedig van azonnali megoldás. Először is fel kell függeszteni minden kilakoltatási és végrehajtási eljárást, amíg az Európai Bíróság után a magyar bíróságok is kimondják azt, hogy nem lehet az árfolyam kockázatból származó többletköltséget csak az adósra terhelni. A banknak is vállalni kell ebből, addig sem fizetéslevonás, sem az ingóságok vagy az ingatlan lefoglalása és árverezése nem lehetséges. Be kell tartani az önkormányzati törvényt, és elhelyezés nélkül nem lehet az utcára tenni senkit. Végül a Nemzeti Bank 140 milliárd forintos árfolyam nyereségét az emberek megsegítésére kell fordítani. Mi azt javasoljuk, hogy szociális bérlakásokat kell építeni, és ki kell bővíteni az eszközkezelőt. De látjuk, hogy Orbán Viktor nem a magyar családokra költi a közös pénzünket, hanem inkább 5 milliárd forintot ad az ugandai turizmusra, és 50 milliárd forintot Semjén Zsolt vadászati kiállítására. Hát ez a tétje, ez is a tétje az európai választásoknak. Hagyjuk, hogy Orbánék ellopják a pénzünket Tiborcnak, Mészárosnak, Matolcsinak, vagy a közös vagyont és az uniós támogatásokat az emberek megsegítésére fordítjuk. Arra, hogy mindenki emberhez méltó életet tudjon élni. Az MSZP Párbeszéd Szövetség pontosan ezt akarja, ezt várja az európai választások után is. Az unióban mi azért fogunk küzdeni, hogy bevezessük a 700 euró, azaz a 240 000 forintos európai minimálbért,
és egy 300 euró, azaz közel 100 ezer forintos európai minimál nyugdíjat. Nem hagyjuk, hogy idős emberek 28.500 forintból fagyjanak meg a lakásaikba. Nem hagyjuk, hogy a bölcsődei dolgozók, tanárok 70-9.000 forintot vigyenek haza havonta, miközben Tiborcnak, Orbán Vejének 35 milliárd forintot loptak össze. Ennyi jár a magyaroknak is. Jár a tisztességes élet. Nem csak Németországban vagy Angliában, hanem Magyarországon is. Közösen kell harcolnunk egy szolidáris Európáért, ezért kell május 26-án az egyetlen közös listára, az MSZP párbeszéd listára szavazni, mert csak közösen tudunk győzni. Köszönöm.